A Magyar Kultúra hetéhez igazítva a Sárospataki Irodalmi Olvasókör tagjai találkozhattak a Liget című irodalmi és ökológiai folyóirat felelős szerkesztőjével, Levendel Júliával. A beszélgetést egy irodalmi pályázat előzte meg, amelyen az olvasókör tagjai is részt vettek, és ahol a Műhely Alapítvány nyereményét kapták meg. Sárospataki Irodalmi Olvasókör is pályázott, és nagy örömünkre a legmagasabb összegű ajándékkönyveket kaptunk meg, tehát 150 ezer forint értékű ajándékkönyvet kaptunk, amelyet többféle célra használunk fel. A Liget folyóirat 27 éve alakult, 1988-ban mint első szabad sajtótermék jelent meg. Az irodalmi és ökológiai labban kortárs irodalmi művek mellett szociológiai, filozófiai, esztétikai tanulmányok is megjelennek. Írói műhelyükből számos könyvsorozat jelent már meg. A Liget szerzői csoportjához szívesen fogadják az új tehetségeket. Levendel Júlia az olvasók és a szerzők iránti nyitottságról is beszélt az olvasókör tagjainak. Egyrészt van egy nagyon masszív törzsgárda, de egy olyan fajta nyitottság, hogy bármikor bárki kapcsolódhat, és hát így jön létre ugye az, hogy első kötet. Nagyon sok fiatal van. A Műhely Alapítvány másik sajtóterméke is bemutatkozott Sárospatakon. A Szitakötő gyermeklapot 2008 óta jelenteti meg az alapítvány. A 8 év feletti gyerekeknek szóló lap nem egyszerű gyermekújság. A folyóirathoz egy oktatási program is társul, amelyben több mint 300 iskola vesz részt. Irodalmi művek, ismeretterjesztő cikkek, szórakoztató írások vannak ebben az újságban. A játékos ismeretterjesztés lehetőségeit a Rákóczi iskola 4. osztályosaival mutatta be az újság szerkesztője. Olyan játékokat hoztam a gyerekeknek, amiben tulajdonképpen mind a két kompetenciára, mind a két készségre szükségük van, mind a kettőt fejlesztjük játékosan és beszélgetés keretében. Minden játék egyébként a téli folyóiratnak a egy-egy cikéhez, verséhez, meséjéhez kapcsolódik. A Liget újság pályázatán elnyert értékes könyvek egy részét az olvasókör tagjai szellemi vetélkedők során nyerhetik majd meg.